Kedves Alina, Roger Waters-től 2022. március 9-én este 7-kor elindítom azt a óriási lemez, óriási dal, aminek a fő szerzője, szellemi atya Roger Waters, a Pink Floyd alapítója. Ez egy 1980-as koncert, amit a háttérben lehet hallani. Mit írt Roger Waters ennek a bizonyos Alinának? Olvasom leveled, érzem fájdalmat, undorodom Putyin ukrajnai inváziójától, ez szerintem bűnös vétek. Gangster cselekedet, azonnali tűnszünetet kell kötni. Sajnálom, hogy a nyugati kormányok fegyvereket öntenek Ukrajnába, ahelyett, hogy a mészárlás megállításához szükséges diplomáciában lépnének harcba, amely elpusztítja gyönyörű országot. Biztos lehetsz benne, ha valamennyi vezetőnk, léderünk nem utasítja el a retorikát és nem kezd, akkor a harcok befejeztével nagyon kevés marad Ukrajnából. Egy régóta elhúzódó ukrajnai felkelés nagyszerű lenne a washingtoni gangster solymoknak. Ez az, amiről álmodoznak, játékot játszanak, ahogy tetszik, azzal a bátorsággal, hogy hatótávolságon kívül maradnak. Kétségbeesetten remélem, hogy a te elnököd nem túlozottan gangster, és azt fogja tenni, ami a legjobban épének, és megköveteli az amerikaiaktól, hogy üljenek az asztalhoz. Sajnos azonban sok világvezető gangster és a politikai gangsterek iránti undorom nem a múlt héten Putyinnal kezdődött. Undorodtam a Bush és Blair gangsterektől, amikor 2003-ban megszállták Irakot. Undorodtam és most is undorodom az 1967-es palesztinai inváziót és az azt követő apartheid megszállást ezen a területen enntartó izraeli gangster kormánytól, amely immár több mint 50 évet tart. Undorodtam attól, hogy Obama és Clinton gangsterek elrendelték a NATO illegális bombázásait Líbia és Szerbia ellen. Undorodtam Szíria nagymértékű elpusztításától, amelyet 2011-ben a rendszerváltás ügyébe való külső beavatkozás indított el. Undorodtam Libanon 1982-es inváziójától, amikor a gangster Shimon Peres összebeszélt a keresztény fallangista miliciákkal az ország déli részén található Sabra és Satila menekültáborok palasztin menekültjeinek meggyilkolásában. Együtt érzek veled, Alina, anyukáddal és apáddal, nagybátyáiddal és nagynénéiddel, testvéreiddel, nővéreiddel és unokatestvéreiddel. Édesapámat, Eric Fletcher Waters és George Henry Waters nagyapámat is elvesztettem a németek ellen vívott háborúban. Kérem, higgyenek nekem, amikor elmondom, hogy hiszek az 1948-ban Párizsban aláírt emberi jogok egyetemes nyilatkozatában. Amilyen keményen csak tudok, annyira küzdök, hogy elősegítsem és támogassam az emberi jogokat minden testvérem számára világszerte, amióta csak emlékszem. És teljes szívemből támogatlak téged és a tiédet. Ha már gangsterekről beszélünk, egy dologgal kapcsolatban vitatkoznom kell veled a leveledben foglaltak közül. Az a 200%-os idézőjelben meggyőződésed, hogy az országodban nincsenek neonácik, az szinte biztosan téves. Mind az azok zászlóaljak országot hadseregébe, mind a Nemzeti Gárda, mind a C-14, zárójelben, szögletesben tőlem Szics néven ismert szerveződés. Jól ismert önjelölt neonácik csoportok. Ők is gangsterek. Hallgassuk tehát egy kicsit
egy másik tégla a falban. Ennek egy 1980-as eredeti felvétel. Meg lehet hallgatni a YouTube-on, ha ennek megfelelően ezt a címet valaki megépel. És ezt azért tartom rendkívül fontosnak itt így magyarra fordítva közzétenni ezt a levelet, ezt a Roger Waters levelet, mert kérem szépen egy újabb fal épült, tehát már nem csak egy újabb tégla, hanem egy komplett újabb fal az emberek között, még országon belül is, nem csak az ország, a világ valamennyi országában. Ez tehát egy rendkívül kritikus időszak, amikor csak ilyen felszólalásokkal lehet egyénenként valamit tenni ez ellen. Kérem, ezt tegyék meg, attól függetlenül, hogy mit vallanak. Attól függetlenül, hogy például nálunk Magyarországon is vannak olyanok, akik ezzel a homlok egyenest ellenkezőt vallják, hogy nincsenek ott neonácik, és így tovább. És azt, aki ennek az ellenkezőjét állítja, mint jó magam, arra azt mondják, hogy hát te meg orosz barát vagy, és orosz propagandát folytatsz. Hát nem, kérem. Itt erről van szó, amit Roger Waters megírt válaszlevelében Aliába. Ezután pedig közé teszem azt az eredeti felvételt, amit tegnap este 7-kor jelent meg a YouTube-on, és valamilyen érdekes módon rögtön eljutott hozzám. Mindenkit szeretettel üdvözlök, és reménykedem abba, hogy amit valamennyien szeretnék, az bekövetkezik.